Üdvözlöm nézőinket! Keresztényekkel és muszlimokkal, építkezéssel és esztelen pusztítással, a történelem tanulságaival és a jövő veszélyeivel foglalkozunk műsorunkban. Nézzük a mai adás témáit egyelőre csak címszavakban. Mecset mizéria. Szeretni nem kell, de akadályozni nem lehet az új mecsetek építését Magyarországon. Pátriárka. Az örmény katolikus vallási vezető szerint az is csoda, hogy megmaradtak. Törökországi forrásból szerzett tudomást a magyar közvélemény arról, hogy óriás mecset építésére készülnek Kőbányán. Később kiderült, nem biztos, hogy a török vallásügyi minisztérium az eredeti helyszínen megépítheti a mecsetet. Az országban sokan idegenkednek attól, hogy lakókörnyezetükben mecset épüljön. Van, aki hangulatkeltésről és a félelem tudatos gerjesztéséről beszél. Mások pedig arra panaszkodnak, hogy nem áll rendelkezésükre olyan épület, ahol tisztes feltételek közepette gyakorolhatnák vallásukat. Duruc Dávid kollégám riportját látják. Így fest majd Közép-Európa legnagyobb muszlim vallási központja, a budapesti óriás mecset komplexum, amely török pénzből épül a magyar fővárosban. A YouTube-ra áprilisban feltöltött háromdimenziós látványterv alapján a több hektáros épület együttesben a minaretekkel szegélyezett imahely mellett kultúrközpont, vendégház, étterem, kávézó és parkoló is helyet kap majd. Ismert a finanszírozó, a török vallásügyi minisztérium és a szintén török kivitelező is. A kérdés már csak az, hogy mikor és pontosan hol húzzák majd fel a muszlim imaközpontot. Egy biztos, itt nem. A törökök eredetileg ezt az őrsvezértere melletti kőbányai telket nézték ki terveik megvalósításához, de végül nem tudtak megegyezni a kerület önkormányzatával. Állítólag azért, mert a török fél meggondolta magát a helyszínnel kapcsolatban. Magyarországon több mint 400 éve a török megszállás óta nem épült klasszikus, vagyis kupolás minaretes mecset. Az itt élő muszlimok ezért kisebb imaházakba vagy magánházakból kialakított imahelyekre járnak gyakorolni vallásukat. Sőt, vannak, akik egy török gyorsétteremben végzik el lelki gyakorlataikat. Az iszlámban nem kötelező mecsetben imádkozni, bárhol el lehet végezni az imát, ami tiszta és száraz hely, de természetesen jobb a mecsetben imádkozni, ezért mindenki igyekszik arra, hogy legalább hetente egyszer-kétszer eljusson egy mecsetbe, és a mecsetben tudja elvégezni az imát a közösséggel együtt. A mecsetépítés a török vallási diplomácia része. Az utóbbi években a Balkánon több tucat dzsámi épült fel vagy újult meg török pénzből, Macedónia és Bosznia-Hercegovina mellett Albániában is. Utóbbi országban épül a félsziget legnagyobb mecsete. A Tiranába látogató Recep Tayyip Erdoğan török elnök május 13-án tette le az alapkövét a 10.000 négyzetméteres 30 millió euróból készülő 4500 hívő befogadására alkalmas épületnek. Budapesti mecsetépítésről legutóbb 2010-ben volt szó. Az újbudai hívek tervéből végül nem lett semmi. Az építkezést akkor a Fidesz sem támogatta. A magyar kormány azóta a keleti nyitás részeként szoros kapcsolatot alakított ki a török vezetéssel. Idén februárban Ahmed Davutoglu miniszterelnök magyarországi látogatásán már az új mecset ügye is szóba kerülhetett. Orbán Viktor miniszterelnök nem zárkózik el az ötlettől. Mint mondja, az itt tanuló külföldi fizetős diákok jelenléte indokoltá teszi az óriás mecset megépítését. Most még nem tudunk hivatalosan erről semmit, erről van szó, hogy a Magyarországon nagyon sok fizetős külföldi diák van. Ez nem csak Budapestnek a kérdése, hanem más vidéki egyetemi városokban is. Ezek a diákok elég komoly összeget fizetnek azért, hogy Magyarországon tanulhassanak, akkor van az a problémájuk, hogy nincsen, ezek vallásos diákok javarészben, hiszen az arab világból jönnek, és nincsen hely, ahol a vallásokat tudják gyakorolni. Ez az a kérdés, amivel foglalkozni kell. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő megerősítette, Magyarországon lenne igény a mecsetépítésre, amelynek az Európai Unió számos más muszlim kisebbséggel rendelkező országában komoly hagyománya van. Magyarországra a jelenlegi államközi kapcsolatok révén egyre több olyan fiatal jön tanulni, és ez 4-5-6 év, akik muzulmán országokba jönnek és vallásukat gyakorolni akarják. Így vetődött fel a kérdés, hogy egy mecsetet építeni kell. Hasonló mecset Nyugat-Európa szinte minden országában adva van.
A mecsetépítés ellen többen is hangosan tiltakoznak. A Jobbik szóvivője például a párt hivatalos irányvonalával is szembe menve azt mondja, határozottan ellenzi és indokolatlannak tartja a beruházást, amely szerinte nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet. Boleg Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség elnöke szerint viszont, ha a török állam ragaszkodik hozzá, akkor előbb-utóbb úgy is felépül az iszlám központ. Ha azt mondjuk, hogy az alkotmány garantálja a vallásszabadságot, és aláírtuk az ide vonatkozó ENSZ egyezményt is, akkor lehet adminisztratív eszközökkel gátolni, de meg fog épülni. Tehát egyszer azt mondják, hogy az iszlám elfogadott vallás Magyarországon vallásszabadság van, akkor nem tudnak mit csinálni. Tehát vagy betiltják az iszlám vallást, a muszlimokat kisöprik Magyarországról, és akkor nem lesz mecset. De azt, hogy sokáig akár adminisztratív eszközökkel is meggátolni nem lehet, mert ha valakinek van pénze, megveszi, lehet gátolni az építési engedélyt, akkor nem kupolás mecsetet fog építeni, hanem négyszögletest. És akkor nem azt fogja mondani, hogy mecset, hanem azt mondja, hogy kultúrház. A másik nagy hazai muszlim szervezet, a Magyarországi Muszlimok Egyházának vezetője szerint a mecsetépítés ellen nem lehet érv az itt élő hívők létszáma sem. Ez a 2011-es népszámlálás alapján 5579, Sulog Zoltán szerint viszont akár a 40 ezret is elérheti. Nem lehet a számok alapján felmérni ezt a dolgot, hogy mekkora közösség, mert ha megnézzük más közösségeket és más imahelyeket, azért Európa legnagyobb imahelyei azért találhatók Magyarországon más vallásokban is, tehát ezt nem lehet pusztán számok alapján mérni ezt a dolgot. Sulok arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dohány utcai zsinagóga például a legnagyobb Európában, holott Magyarországon ötöd annyi zsidó él, mint Franciaországban. A muszlim vezető hozzátette, Katarban is épülhetett keresztény templom 10 évvel ezelőtt, és ha egyes muszlim országokban, például Egyiptomban pedig üldözik a keresztényeket, arra sem az az európai válasz, hogy betiltjuk a mecsetépítéseket. Sulok úgy véli, a magyar társadalom alapvetően elfogadó vele és hittársaival. Az indulatokat egy szűk kör gerjeszti, akik az igazhitű muszlimokat összemossák a vallás nevében gyilkoló iszlám állam dzsihadistáival, akiket ő nem tekint muszlimoknak. Egyes politikusok is tettek félremagyarázható kijelentéseket, de a sajtó egyes képviselői pánikkeltést folytatnak. Ami a nemzetbiztonsági kockázatot illeti, Sulok szerint nem a mecsetbe járók, hanem a rejtőzködő, interneten uszító és térítő személyek jelentenek veszélyt a többségi társadalomra. Ezzel Nógrádi György is egyetért. Magyarországon az itt élő muzulmánok biztonsági rizikót sokkal kevésbé jelentenek, mint Nyugat-Európában. Részint ezek nem bevándorlók, nem második, harmadik, negyedik generációs emberek, hanem itt Magyarországon végezték az iskolát, jól beszélik a nyelvet, itt szocializálódtak. Részint ténylegesen igénylik egy központi mecset létét. Más oldalról nyilvánvaló, hogy ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, ahol egy központi nagy mecset van, ott sokkal jobban idézőjelben lehet tudni, hogy ki mit mond, ki mit gondol, ki mit cselekszik, és az ország biztonsági rizikóját minden szempontból csökkenteni lehet. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, a Magyarországon élő muszlimok döntő része itt végezte az egyetemet, jól beszél magyarul, magyar házastársa van, a felső középosztályba tartozik, és nem jelent biztonsági kockázatot. 100 évvel az 1915-ös örmény és asszír keresztény genocídium után ismét veszélyben vannak a közel-keleti keresztény közösségek. Akkor a török katonák és rendőrök, ma pedig az iszlám állam és számos más szélsőséges szervezet visel hadjáratot a közel-kelet Krisztus hívői ellen. Erről az örmény katolikus egyház feje figyelmeztetett magyarországi látogatásán. A katolikus örmény pátriárkát Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek hívta Magyarországra. 19. Nerszész Pétert a katolikus örmény egyházról, az 1915-ös genocídiumról, valamint a közel-keleti keresztények helyzetéről Tóth Gábor kollégám kérdezte. Yes, December. Az utóbbi évek eseményei óriási kárt okoztak a közel-kelet örmény lakosságának, elsősorban az aleppói örmény közösségnek. De mi reményünket Istenbe helyezzük, és azt várjuk, hogy a nagyhatalmak segítségünkre lesznek. Ami azonban mindeddig nem következett be. Mi rengeteget teszünk, minden lehetőségünket latba vetjük, a nagyhatalmak azonban nemigen adnak választ megkeresésünkre. Nem is pognak, akik a közel-keleti hatalmi játszmákban
Országok sorsával játszadoznak, bábukat tologatnak, nemzetek életére pedig kockát vetnek. Legfeljebb térképnek látják azt a tájat, ahol számtalan nemzet, népcsoport, vallás, egyház, felekezet szeretne békében élni egymás mellett. Mi örmények mindig elvándorlásra kényszerültünk a századok során, és hogy életben maradhassunk, most újra útra kell kelnünk. Jézus azt mondja, ha engem szerettek, akkor titeket is szeretni fognak, ha pedig engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. Ez maga a valóság, és az első századtól kezdve a mai napig fennáll az üldöztetés. Ma is üldözést tapasztalunk, Európában legfőképpen a keresztény vallás ellen. Abban az Európában, amely a keresztény országok közösségeként vált ismerté, az európai országokat ma már nem nevezhetjük kereszténynek, sem magatartásuk, sem életmódjuk, sem érdekeik tekintetében. Sőt, vannak országok, amelyek ma már nem is nevezik magukat kereszténynek. Franciaország, amely a keresztény vallás védőbástyája volt, nemrég megváltoztatta az alkotmányát, amely ma már így szól. Franciaország vallása a laicizmus, és nem a kereszténység. Kemény és szemrehányó szavak. A közel-keleti keresztények koptoktól a szíriai örményeken át az iraki káldeusokig nap mint nap megélik a kirekesztettséget és üldöztetést. Alig ha értik, miért olyan közönösek irányukban a testvéreiknek gondolt európai nemzetek. Mindenről az örmény katolikus egyház vezetője beszélt a Hírvilágnak. A pátriárkát Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek hívta meg. Örmény szertartású misét mutatott be a Szent István Bazilikában, és felkereste az Orlai utcai örmény katolikus lelkészséget. Örményül, arabul, franciául, olaszul és persze angolul beszél, leszámítva az ókori nyelvek ismeretét, amiből mi az interjúra a római egyház nyelvét választottuk. Persze még olaszul sem könnyű megszólítani egy ilyen magasrangú egyházi vezetőt. A pontos titulus olaszul Sua Beatudine, örményül Hoke Vorder, ami ő boldogságát jelent. Narsete Pietro, dicendo vezimo. 19. Nerszész Péter, köszönjük a lehetőséget. Az apostoli örmény egyházzal szemben az örmény katolikus egyház elfogadja a pápa vezetését. Az 5. századtól kezdve, több mint 15 évszázadon át, örmény püspökök számtalan alkalommal próbálták megteremteni az apostoli és a katolikus egyház unióját, amit még ma sem sikerült elérni. Miért nem? Az örmény egyháza hagyomány szerint a 301. esztendőben született, de egyes kritikus hozzáállású történészek szerint ez 314-ben történt, amikor Gergely, azaz Grigor misszionárius, akit megvilágosítónak neveznek, püspöki megbízást kapott a kappadokkiai Cezárea helytartójától, akit Leonciónak neveztek. Így vált ő Örményország összes keresztényének első spirituális vezetőjévé. 608-ban az örmény egyház hivatalosan is elvált a római egyháztól. Azoknak az egyházaknak a csoportjába kerültek ezzel, amelyek nem fogadták el a kákédoni zsinat összes ökümenikus döntését. A zsinat 451-ben ült össze, de azon az örmény pátriárka nem tudott részt venni, akkor ugyanis Örményország Perzsiával háborúzott, amely el akarta téríteni az örményeket a kereszténységtől. A pátriárka a hit megőrzése érdekében maradt otthon, hogy jelenlétével is bátorítsa népét és hadseregét a perzsa betolakodókkal szembeni ellenállásban. A döntő csatát az örmények elveszítették, a békét viszont megnyerték. A perzsák ugyanis többé már nem erőltették, hogy az örmények vegyék át vallásukat, a zoroasztrizmust. Az örmények nem lettek tűzimádók, megmaradtak kereszténynek. A két katolikos, második Karikin katolikos, az örményországi Ecsmiadzinból, és első Aram, kilikiai katolikos, Libanonból is részt vett az őszentsége Ferenc pápa által április 12-én a Szent Péter Bazilikában, Rómában celebrált misén.
amit az örmények ellen elkövetett népirtás 100. évfordulója alkalmából tartottak. A népirtásnak 1,5 millió áldozata volt, akik inkább a halált választották, de nem voltak hajlandók a hitükről lemondani. A keresztény hitet eképpen mentették meg, halálukkal. Hatalmas lépés volt a két örmény katolikosz és Ferenc pápa közeledésének folyamatában, de ebben a kérdésben azt is számításba kell venni, hogy az egyházak közössége a Szentlélek műve, nem pedig egyes embereké, mint ahogy a megosztottság a gonosz műve. Ferenc pápa világossá tette, hogy a vatikáni állam és a katolikus egyház népirtásnak tartja az 1915-ös eseményeket. Recep Tayyip Erdoğan török elnök durva szavakkal bírálta a pápát, és azzal is fenyegetett, hogy számüzi a Törökországban dolgozó örmény állampolgárokat. Hogyan látja a Törökországban élő török, vagy éppen örmény állampolgárságú örmények helyzetét? Itt el kell mondani, hogy Ferenc pápa azt a mondatot ismételte meg, amit a Szent II. János Pál pápa mondott el még 2001-ben. Ez szerint a 1,5 millió örmény az ottomán birodalom által 1915-ben történt lemészárlása, népirtás. A 20. század első népirtása. Ennek a kijelentésnek a felidézésével Ferenc pápa azt akarta mutatni, hogy neki semmi baja nincs a török kormánnyal, neki az elkövetett igazságtalansággal van problémája. Ezért ő az örmények ellen elkövetett népirtást a náci és a sztálinista népirtások közé sorolta. A pápa nem azt akarta mutatni, hogy ő az örmények ügyének védelmezője. Ő az összes áldozattá vált nemzet ügyének védelmezője. Ezért emelt szót az asszírok, a szírkeresztények, a katolikusok, a kádeusok, a görögök mellett is. De a pápa által elmondottakból, ami igazán megrázta az egész világot, a különböző nemzeteket és azok vezetőit, az a következő nagyon fontos mondat volt. Azok a nemzetek is felelősek, amelyek igazságtalanságot látnak, de azt tétlenül szemlélik, mert ezzel ők a mészárlások elkövetőinek cinkosai lesznek. E kijelentés nyomán az örmény népirtást elismerő 21 országot, újabbak, azaz Bolívia, Ausztria és Németország, valamint más országok is követték. Az Európai Unió nem csak elismerte a népirtást, de arról is döntött, hogy minden évben megemlékeznek a népirtásról. Az Egyesült Államok, mint ország nem ismerte el a népirtást, dacára annak, hogy sok tagállam ezt már megtette. De Barack Obama, mint ahogy a Matteo Renzi olasz miniszterelnök is, hivatalosan is arra kérték Recep Tayyip Erdoğan török elnököt, hogy ismerje el az örmény népirtást. A pápa ezen kijelentése után visszafelé már nem, csak előre lehet haladni. A történelem ezen lapját már nem lehet visszafordítani. A törökországi helyzet már a kissé megváltozott. 2010-ben Törökországban, a Taksim téren, ezen a fontos helyen megemlékeztek az örmény népírtásról. Ez újdonság, hiszen 2000 előtt ez tilos volt Törökországban. Sok török értelmiségi felismeri a történelmi igazságot a népírtással kapcsolatban. Olyan török írók is így tesznek, akik édesanyja vagy nagyanyja örmény volt. Megvédik az örmények ügyét a népírtással kapcsolatban. Egy könyvet is írtak erről. Eközben még mindig vannak olyan török fanatikusok, akik nem ismerik el a népirtást. 8 évvel ezelőtt meggyilkolták az újságírót, Hrant Dinket a nyílt utcán. Ő boldogsága. Szíriában az örmény lakosság Aleppo környékén koncentrálódik, abban a régióban, ahol a polgárháború leghevesebb csatáit vívták. A szíriai keresztényeket, nem csak örményeket, de más felekezetű keresztényeket, mint asszírokat, de másokat is, gyakran megtámadják az iszlám állam és a többi militáns iszlamista csoport fegyveresei. Hány örmény menekült el, és hányan maradtak Szíriában? A szíriai örmények leginkább Aleppóba koncentrálódtak, ami korábban egy prosperáló kereskedelmi központ volt. De az örmények szíriai északi részében, Kamisliben és a fővárosban, Damaszkuszban is éltek, mint ahogy kevesen valamennyi szírvárosban is éltek. Az Assad elleni felkelés 4 évvel ezelőtt tört ki.
dal regime islamico fanatico di Daesh. Erre a konfliktusra telepedett rá a fanatikus iszlám rezsim, arab nevén Daesh, az iraki és levantei iszlám állam. Ez a rezsim azért válhatott fontossá, mert olyan államok tartják el, amelyek ebben érdekeltek. Harcosainak száma egyfolytában gyarapodik, még az európai államokból is sokan csatlakoznak hozzá, mint ahogy sok más országból is. Az iszlám állam jelentős mennyiségű modern fegyverzettel rendelkezik, ráadásul az olajeladások révén gazdag is. A Törökországba történő olajeladásokból minden egyes nap 1 millió dollárt keres. Egy hordónyi olajat 20 dollárért adnak el Törökországnak, Törökország pedig 80 dollárért adja tovább. Ebből az iszlám állam naponta 1 millió, Törökország pedig 3 millió dollárt keres. Kifosztották a bankokat, az otthonokat, a templomokat, ebből nagyon meggazdagodtak. Sokan azt gondolják, hogy nem lesz hosszú életű, ami feltehetően igaz is, de az általuk okozott kárt több generáció is megszenvedi. Az aleppói és a többi szíriai városokban élő örmények minden javukat hátrahagyva elmenekültek, hogy életüket mentsék. Szíria számára is hatalmas veszteség az, ami az örmény közösséggel történt. Aleppó volt a Közel-Kelet második legnagyobb örmény közössége, de ez a közösség tagjainak felét elveszítette. Abban hiszek, hogy az emberi lényeknek reménységben kell élniük. De azt a kárt, ami a tragikus események következtében az örmény közösséget érte, lehetetlen pótolni. A Hírvilágot látták. Ha kérdésük van, írjanak nekünk a hírvilag@hirtv.net e-mail címre. Adásainkat pedig visszanézhetik internetes honlapunkon is. Viszontlátásra!